Meghökkentő mesék. Bécsi elixír. Írta John Collier. A mozgolódások már a hét elején elkezdődtek, amikor a rendőrség három ízben is a fegyverét használta. Mai sajtóértekezletén Davis rendőrfőnök a hírközlés munkatársait vádolta, mondván, hogy mesterségesen felfújják az ügyet. Egyben kategórikusan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a lemondásával kapcsolatban kaptak lábra az utóbbi napokban. A sajtóértekezlet 30 perce alatt Davis többször hevesen kifakadt az újságírók ellen. Sőt, amikor az egyik riporter vérontást emlegetett, öklőben az asztalt kezdte csapni. Dick, itt Humphrey. Itt vagyok a reptéren, de közben jött valami. Nem tudok odaérni vacsorára, de 11 körül ott leszek, jó? Helyes. Hangosítsa fel. Ugyanolyan hevesen támadta a sajtó és a tévi munkatársait a szenzációhajház beállítás miatt, mint Davis rendőrfőnök, sőt, ugyanúgy verte ő is az asztalt. Erélyesen követelte a polgármester és a rendőrfőnök azonnali menesztését. Caroline Coast hallották. A hatos csatorna hírstúdiója következik. Mennyi idő alatt lehet eljutni a hatos stúdióba? Kérdezem meg egy taxisofőrt. Milyen igaz? Maga fején találta a szöget, uram. Caroline Coast-szal szeretnék beszélni. Mondja meg neki, hogy élet-halál kérdés. Itt a névjegyem. Caroline, egy férfi van itt, aki szeretne veled beszélni. Valami élet-halál kérdésben. Nem, nem annak látszik. A névjegyén az áll, hogy Dr. Humphrey Baxter a John Hopkins Egyetemről. Jól van. Mindjárt kijön. Köszönöm. Ja, a névjegyem. Visszakaphatom? Köszönöm. Dr. Baxter? Igen. Tudom, hogy a modorom nagyon határozott, sőt, kategórikus, de ezzel sok időt megtakarítok. Lehet. Egy órája látta magát először a képernyőn, a reptéren voltam. Azonnal ide jöttem. Azt is megmondja, miért? Hogy miért? Nagyon egyszerű oka van. Hogy összeházasodjunk. Maga egy kicsit ütődött, ugye? Humphrey, gyere be! Miért nem mondtad, hogy menjünk eléd a reptérre? Így van, jó, Dick. A reptéri fogadást én bünténynek tartom. Főben járok. Ó, itt van Stella is. Nézd csak, ki van itt. Nincs semmi baj, ugye? A telefonban nem mondta, hogy mi jött közben. Dehogyis, Stella, nincs semmi baj az égvilágon, és ráadásul maga most is csodálatos. Egyébként nagyszerű híreim vannak. Winkelberg meghívott magához. Bécsbe? Még Baltimore-ban voltam, amikor megtudtam, úgyhogy úgy gondoltam, eljövök hozzátok, itt leszek egy hónapig, és innen repülök Bécsbe, ha nincs ellene kifogásotok. Kifogásunk? Humphrey, fogalmat sincs, mennyit emelkedem én ezzel az egyetemi feleségek szigorú rangsorában. Winkelberg, az a mende mondta, hogy már éppen készül átlépni a szenilitás határvonalán. Ez nem is egészen mende mondta. Szóval ezért van szüksége egy jó endokrinológusra. De van még egy jó hírem. Házasodni készülök. Humphrey! És mikor? Remélem, hamarosan. Bemutassam a mennyasszonyt? Persze, mikor hozod? Már is, azt hiszem. Davis kiabálva közölte a riporterekkel, hogy nincs szándékában lemondani. Sem ma, sem a jövő héten, sem pedig jövőre. A televízió kameráit nem engedték be a sajtóért. Caroline Coast! Amelyen a jelenlevők ismeri? Csak látásból. Mi csak unalmas professzorokkal járunk össze, és ott nem igen lehet ilyenekkel találkozni. Mióta ismeri? Körülbelül 4 órája. És elveszett feleségét? Igen. Ő tudja, mert? Tudja. Már igent is mondott? Azt nem, de nemet sem mondott. Thank you.
Ez 28 léggömb. Ugyanis 28 nap múlva utazunk Bécsbe. Bécsbe? Tetszeni fog magának. Egy évig maradunk, addig dolgozom Winkelberggel. Winkelberggel? A világhírű tudós. Az udvarlás ezzel hivatalosan kezdetét veszi. Kezdhetjük egy ebéddel? Nem, hogy választás? Nem sokat. Vagy tudod, tisztára megbolondultál. Nem, lehet, hogy egy kicsit hivalkodó a gesztus, nem tagadom, de tekintve, hogy ma vagy utoljára a televízióban. Parancsoljon, hölgyem. Megmondtam nekik, hogy ott hagyom őket és férjhez megyek. Helyes. Tudod, mit válaszoltak? Azt mondták, hogy vagy ott hagyom őket és férjhez megyek, vagy maradok és megkapom a 6 órai híradó vezetését. Mit kellett volna mondanom? Jól érezted volna magadat Bécsben. Biztos vagyok benne. Ugyan, Humphrey, csak egy évről van szó. Az alatt visszajössz egyszer-kétszer meglátogatni, megírunk, meg telefonálunk egymásnak. Még jegyesek maradunk. Telefonálni lehet. Megírni is, de nem jöhetek vissza egyszer sem. Dr. Winkelberg minden percet ki akar használni, mielőtt beköszönt nála. A szennilitás, tudom. Iszonyatos tempót diktál. Akivel ő dolgozik, csak akkor pihen, ha a laboratórium összedől. Nem gondolod meg magad? Humphrey, elmondok neked valamit, de ígérd meg, hogy figyelmesen végighallgatsz. Persze. 5 évvel ezelőtt a nebraszkai kereskedelmében egy voltam a sok közül. A jövő héttől évi 200 000 dollárért műsorvezető leszek az ország legjobb tévéállomásának legnézettebb műsorában. És nem azért, mert olyan szuperokos vagyok, hanem mert a gének vagy kromoszomák, te ezekhez jobban értesz, ilyenre formálták a külsőmet. Nem a közgazdasági szakértelmemet fizetik. A külsőmet és a fiatalságomat mutogatják, és egyik sem tart örökké. Nem, talán nem. De mi? Hogy folytatjuk? Hogyan? Hát szeretjük egymást. Szeretjük egymást, és az egész csak egy évig tart. És azután... akkor, ha az eltelt, összeházasodunk. Így nem bánom. Bécs. Nagyon fáradt, ugye? Hosszú volt az út. 15 óra Bécstől idáig. Eljött? Dick odabent van. Isten hozott, Humphrey. Na, milyen volt Bécsben? Caroline nincs itt?
Táviratoztam neki, telefonálni is próbáltam, de a telefonja ki van kapcsolva, és a stúdióban sem kapcsolják már egy hónapja. Tudtok róla valamit? Nagyon jól van, csak úgy van, hogy... Caroline beleszeretett egy tenisztárba. Egy teniszezőbe? Nem csak közönséges teniszező, ő Ellen Brody. Tavaly ő volt az országos bajnok. És... Körülrajongott sztár, Humphrey. Olyan, mint Caroline. Ő most már nem csak egy közönséges babapufi a hatórás hírekben. Országos híresség Brodyval együtt. Ha egy nagyobbat sóhajtanak, már megírják a lapok. A jövő hónapra tervezik az esküvőt. Hol vannak most? Caroline elköltözött hozzá, Malibuba. Mi a címük? Csak nem akar valami bolondságot csinálni. Ugye, miből gondolja, Stella? Caroline, kócot keresem. Humphrey Baxter vagyok. Várja magát. Lent van a teniszpályán. Köszönöm. Kérem. Ilyeneket majd, ha meccset játszol. Egész jó. Humphrey! Na? Mit szólsz hozzá? Szépek vagytok. Szépek vagytok együtt, és remélem, hogy barátok leszünk. Na ugye, mit mondtam neked, Szivi? Nincs még egy ilyen megértő ember, mint Humphrey. Caroline sokat beszélt magáról. És csupa jót mondott. Tegeződjünk. Így egyszerűbb. Nem vagyok még olyan öreg. Gyerünk, folytassuk. Tanít teniszezni. A napokban a kezembe akadt egy újság. És abban magáról volt szó, meg arról a doktor Wingleburgerről. Wingleberg. Legyen Wingleberg. Elég bonyolult cikk volt, de a lényeg az, hogy maguk ketten valami áttörést hajtottak végre. Fölfedezték a fiatalság elixírjét. Ez jó volt. Nem olyan egetverő a dolog. Minden esetre híres lettél, Humphrey. Nem vagyok olyan híres, mint ti. Ti híresek vagytok, fiatalok is. Ez együtt elég bódító koktél. A fiatalság viszonylagos dolog. A jövő héten egy 17 éves kölyökkel van meccsem, aki lehet, hogy le fog mosni a pályáról. És ki akar örökké fiatal maradni? Én! Például... Tényleg? Igen. Az újságok elég pontatlanul írtak a kutatásról. Wingleberget egy kicsit csodabogárnak állították be, de egy kis áttörés tényleg végrehajtott. Nehéz volt, és nem is olcsó. Elhoztam egy kísérleti aranyt. Ajándékba. Ismerkedjetek meg Matuzsálemmel. Most volt az 5. születésnapja. Szia! De 5 hetes! 5 éves. Most hoztam magammal Bécsből. Látod, ez az ösztönös előítélet. Pedig nem sokára hozzá fog szokni a világ az ilyesmihez. Ez valami torszülött, vagy törpe, vagy ilyesmi. Nem, dehogyis, szó sincs róla. Ez az állat minden szempontból teljesen normális. De mi fog történni vele? Egyszer csak felrobban, vagy elporlad, vagy mi? Lehet, hogy infarktus végez vele. De 40 diadalmas fiatal év múlva. Ami egy embernél 220 évet jelentene. És ez a szer hatna az emberre is? Elméletileg. Illetve nem csak elméletileg, ha egészen pontos akarok lenni, ugyanis nem mondhatok semmit, csak akkor, ha mind a ketten teljes titoktartásra esküsztek. Én egy szót se szólok. Én se. Jól van. Tényleg elértünk valamit Wingleberggel. Persze elsősorban Wingleberg. Csak az a baj, hogy a szérum forrása elpusztul, amint a szérumot kivonjuk. Mi a szérum forrás? Az ember. Meghalnak, akik adják? Önként jelentkezők voltak. De a nagy áttörés abban áll,
hogy rájöttünk, hogyan lehet a szérumot szintetikusan előállítani. Csak sajnos ehhez évek és dollármilliók kellenek. De egy keveset előállítottatok? Csak 3 adagot sikerült. Azt is olyan körülmények között, hogy arról végképp nem beszélhetek nektek. 3? Igen, egyet én vettem be. Te? Igen, én. Én dolgoztam ki, én is vettem be. Winkelberg vette be a másikat. 68 éves és ronda, mint egy majom. 200 évig 68 éves lesz, és ronda, mint egy majom. Ez megállítja az öregedést? Mm-hmm. Igen. És mi van a harmadikkal? Azt mondtad, 3 dózis volt. A harmadikat magammal hoztam. Fölösleges mondanom, hogy kinek. Ez az üvegcse életet és fiatalságot ad 200 éven át. A tied. Vagyis inkább a tiétek. Fogadjátok ezt nász ajándékul. De meg kell esküdnötök ünnepélyesen, mindkettőtöknek, hogy nem szóltok róla senkinek. Esküsztök? Esküszöm. Esküszöm. Majdnem olyan, mint az esküvő, ugye? Megosztozunk rajta, jó? 100 év fejenként. Nem, azt nem lehet. Az emberi test nem engedelmeskedik a matematikának. Fél adag deformálódást, sőt, halált is okozhat. Ez egy adag, és csak egy ember veheti be a teljes adagot. Szájon át kell bevenni. Egy kortyra. Az íze nem kellemetlen. Ha nem pancsolnak vele, nincs mellékhatása. Csak igazi hatása van. Talán tartsátok meg emlékben. Nem szép, de ritkaság. Most már mennem kell. Gratulálok. És fogadjátok a legjobb kívánságaimat egy hosszú és nagyon boldog élethez. Szervusztok. Te vedd be, drágám. Most rögtön, azonnal. Nem, azt szeretném, ha te vennéd be, kérlek. Te sportoló vagy. Gondolj a játékodra. Miért? Valami baj van a játékommal? Nem, dehogy van baj. Azt mondja mindenki, hogy remekül tartod magad. Tartom magam. A célzást értem. De szívem, én nem akarom látni, hogy te öreg leszel, beteg, szenvedsz. Meghalsz. Én inkább meghalok, mint sem ezt megírjem. Én ugyanígy érzek, édesem. Szeretni fogsz akkor is, ha öreg leszek? Hát persze. Hát ennyit mára, kedves nézőink. Találkozunk holnap ugyanebben az időben. Petvördöt hallották a 10-es csatorna hír összefoglalójában. Na? Mit szólsz a konkurenciához? Hát, nagyon fiatal. Azt jósolják, ez lesz a divat az idén. A fiatalság. Hát ő az. És nagyon csinos. Jövő héten találkoztok. Apropó, felszaladhatnál Jenhez a smink szobába. Van valami ötlete a hajaddal? Kicsit hátrafésüli vagy ilyesmi? Azt mondja, egy pár évet fix, hogy le tud venni rólad. Jól van. Nagyon örülök. Megyek Jenhez. Ellen!
teniszezőt? Igen. Hát, ilyesmi előfordul. Gyere be. És mind a te hibád, Humphrey. Igen, el tudom képzelni. Ülj le. Az a szer csinálta a bajt. Az a hülye szérum. Ez azt jelenti, hogy te ittad meg. Igen, én ittam meg. Ellen tudta nélkül. És utána sem mondtad meg neki? Dehogy mondtam. Hogy lehet azt közölni, hogy te meg fogsz öregedni, meg majd virulok? Egyszerűen megittam. Aztán megtöltöttem a fiolát vízzel, és beleszórtam egy kis kinint. Kinint? Miért pont kinint? Hogy ugyanolyan keserű legyen, mint az eredeti. Aha, értem. Folytasd. Folytasd. Aztán elkezdtem figyelni. Figyeltem, hogy hogyan öregszik. És kezdtem észrevenni bizonyos dolgokat. Például mit? Nem tudom, apróságokat, ami nem tetszik rajta. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy már nem szeretem. Ahogyan szerettem egyáltalán. Nagyon nehéz halhatatlannak lenni. Csak hárman vagyunk ilyenek a világon. Te, én, meg az öreg Winkelberg. Rajtunk kívül nincs senki. Cserben hagytalak, Humphrey. Igen, azt hiszem. De nem próbáljuk meg még egyszer? Apropó, biztos vagy benne, hogy keserű volt? Igen, nagyon keserű. Nem lehet, hogy tévedsz? Nem. Ez furcsa. Ugyanis, amikor megtöltöttem az üvegcsét, egyszerű konyhasót tettem a vízbe, hogy legyen valami íze. Azt ezek szerint valaki megitta, és beleöntött valami keserűt. Azt pedig te ittad meg. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Magyar hangok. Márton András, Bánság Ildikó, Csernák János, Csűrös Karola, Bács Ferenc. Magyar szöveg Nikovics Oszkár, hangmérnök Hargitai János, rendezőasszisztens Szalai Éva, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Várai Bolya. Fényképezte Harry May. Zene, Ron Grainer. Rendezte, Norman Lloyd.